A forgalmi szolgálattevők a vonat közlekedés irányítói, akiknek rendelkezését a szolgálati helyeken, a nyílt pályán és a vonatokon szolgálatot teljesítőknek tudomásul kell venniük és végre kell hajtaniuk. Forgalmi szolgálattevők a többi állomási dolgozóval együtt a szolgálat átvétele előtt legalább 5-10 perccel kötelesek szolgálattételre jelentkezni. A jelentkezés után lehetőleg vonat- és tolatásmentes időben kell átadni, illetve átvenni a szolgálatot. Folytatólagos szolgálat esetén azt személyesen és írásban is át kell adni. A szolgálat átadáskor rögzíteni kell az időpontot, valamint a szolgálat zavartalan és biztos folytatásához szükséges tudnivalókat. Miután mindezek a biztonságos munkavégzés szempontjából rendkívül fontosak, ezért a szolgálat átadás szövegét az átadónak és az átvevőnek is alá kell írnia. A forgalmi szolgálattevők igazi munkája a szolgálat átvétel után kezdődik. Köztudott, hogy a vonatok csak úgy bocsáthatók ki egy állomásról, ha a vonat közlekedéséhez hozzájárul annak az állomásnak a forgalmi szolgálattevője, amely felé a vonat indítását tervezik. Íme egy szabályos engedélykérés. Kávé 8 óra 5 perckor a 2012-es számú vonat Óbuda állomásra Viskiné. Vonatok nem indítok, a 2012-es számú vonat Óbuda állomásra jöhet Gerencsére. Miután az engedélykérés megtörtént, bizonyos idő eltelte után ismét jelentkezik annak az állomásnak a forgalmi szolgálattevője, aki az engedélyt kérte. A 2012-es 8 óra 5-kor elment Viskiné. 2012-es 8 óra 5-kor eljött, vette Gerencsére. Ezután a mi forgalmi szolgálattevőnk kér engedélyt a következő állomástól. A számú vonat kb. 8 óra 17-kor Solymár állomásra Gerencsér. Vonatot nem indított 2012-es számú vonat Solymár állomásra jöhet Varga. Köszönöm. A vonat részére tehát az engedélyt megkapta. Ezt elő kell jegyezni a fejrovatos naplóban. Az engedély adása után személyesen is ellenőrzi a vágányút szabad voltát, és csak ezt követően adja ki a váltókezelőnek az utasítást, hogy az érkező vonat részére állítsa be a vágányutat. A szóbeli utasítást követően, a berendezés megfelelő kezelése után a váltókezelő elvégzi feladatát. Kialakul a vágányút. Amikor ez megtörtént, a forgalmi szolgálattevő engedélyt ad a bejárati jelző kezelésére. A sorompó lezárása után most már nincs akadálya annak, hogy a vonat befusson az állomásra. Ez a csengetés már azt jelzi, hogy a vonat a bejárati váltókhoz érkezett. Pályázattól egyszer gomit közlekedő személyvonat érkezik a harmadik vágányra. Harmadik vágány mellett kérem vigyázzanak. A forgalmi szolgálat tevő munkája az érkező vonat fogadásával folytatódik. A vonatokat általában a felvételi épület felüli oldalon kell fogadni. A fogadás helyét úgy kell kiválasztani, hogy a vonat személyzete lássa a forgalmi szolgálat tevő. Ugyanakkor ő is folyamatosan megfigyelhesse a teret és a vonatot egészen addig, amíg az meg nem állt.
áthaladó vonatot a forgalmi szolgálattevőnek legalább addig kell megfigyelnie, amíg a vonat utolsó járműve a jelzőkocsi el nem halad előtte. A legkisebb rendellenességre is fel kell figyelni, s a vonat után tekintve meg kell győződni minden esetben a zárjelző meglétéről is. Most sem szabad megfeledkezni arról, hogy a vonat áthaladásának tényét a fejrovatos naplóba beírjuk. Sőt, a visszajelentés is, mint mindig, most is kötelező. Egy-egy vonat menesztése előtt is először engedélyt kell kérni annak az állomásnak a forgalmi szolgálat tevőjétől, amely felé a vonatot indítani akarják. Mehetek kb. 10 óra 07-kor a 2037-es számú vonat Angyalföld állomásra gerencsér. A válasz ugyanilyen pontos és előírásszerű kell, hogy legyen. Természetesen az engedélykérés szövege a szerint módosul, hogy a vonat a kétvágányú pálya helyes vágányán, vagy annak helytelen vágányán közlekedik. Más az engedélykérés szövege akkor is, ha a vonatok egy vágányú pályán azonos irányban haladnak, és más, ha két vonat ellenkező irányban közlekedik. Megint csak más, ha a pálya ellenmenetet kizáró berendezéssel van felszerelve, és megint más, ha nem. Az előírásos szöveg azonban minden esetben kötelező. Amikor eljön az indulás ideje, a személyvonatokat fel kell hatalmazni az indulásra. A forgalmi szolgálattevő mindig a test elejével a vonat felé fordulva áll, és így meneszt. Menesztés közben csak az arcát és a jelzőeszközt fordítja a mozdonyvezető felé, és egészen addig a helyén marad, amíg a vonat ki nem halad. Most sem szabad megfeledkezni a folyamatos ellenőrzésről, és meg kell győződnie arról, hogy a zárjelző a helyén van-e. Sajnos erről sokan megfeledkeznek. Természetesen nem csak a személy, hanem a tehervonatok is nagy figyelmet követelnek a forgalmi szolgálattevőktől. Ennek a tolató tehervonatnak is szabályosan engedélyt kértek, és mire az előjelentés megjön, a forgalmi szolgálattevő a tolató tehervonat elemzéséből már megállapítja, hogy a vonat hoz-e kocsit az állomásra vagy sem. Miután azt is tudja, hogy mely kocsikat akarja a most érkező tolató tehervonattal továbbítani, ezért ennek megfelelően kitölti a tolatási jegyzéket is. A tolatási jegyzéken részletesen közli az elvégzendő feladatokat. Miután a vonat beérkezett az állomásra, a tolatási feladatokat közölni kell az állomás tolatásvezetőjével, vagy jelen esetben a vonatvezetővel, aki a tolatásvezetői feladatokat is ellátja. Természetesen a visszajelentésről most sem szabad megfeledkezni, mint ahogy arról sem, hogy ezt a tényt is be kell írni a fejrovatos naplóba. Ezután élő szóval is közölni kell a tolatás vezetővel a tolatási feladatokat és a munka megkezdésének engedélyezését. Majd a tolatási jegyzék másolati példányát is neki kell kézbesíteni. Ő az átvételt a tőlapon aláírásával ismeri el.
A másolati példány átvétele után elvégezhetők a tolatási munkák. Miután a vonatvezető jelenti a forgalmi szolgálattevőnek a munka befejezését, a már ismert módon engedélyt kell kérni a következő állomás forgalmi szolgálattevőjétől. Majd a tervezett indulás időpontjáról értesíteni kell az állomási személyzetet. A vágányút beállítása után, amikor eljön az indulás ideje, az egyéni kijárati jelző kezelésével a vonatot a forgalmi szolgálattevő felhatalmazza az indulásra. Ezt követően a forgalmi szolgálattevőnek meg kell győződnie a vonat kihaladásáról, és természetesen, mint már máskor is, a zárjelző meglétéről. A vonat kihaladásának időpontját most is jelenteni kell a következő állomásnak, s a tényt be kell írni a fejrovatos naplóba. Naponta négyszer, így 12 órakor is, rendszeresen megcsörren a telefon. Megkezdődik a vonatforgalmi értesítés, amelyet az illetékes rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője vagy a szakasz irányító közöl a rendelkezési szakasz középállomásainak forgalmi szolgálattevőivel. Ilyenkor közlik, hogy milyen számú rendkívüli vonatok fognak közlekedni. Esetenként azt is, hogy milyen rendes vagy korábban bevezetett rendkívüli vonatok maradnak el. A forgalmi szolgálattevőknek gondoskodniuk kell arról, hogy mindezt tudassák az állomási dolgozókkal. Röviden szólnunk kell arról is, hogy mi a forgalmi szolgálattevők feladata abban az esetben, ha a két vágányú pályán, a helytelen vágányon kell a vonat közlekedést lebonyolítani. Más a feladatuk akkor, ha a két vágányú pálya önműködő térközbiztosító berendezéssel van felszerelve, és megint más abban az esetben, ha ilyen berendezés nincs, vagy az használhatatlan. Ha a menetirányváltás lehetséges, nem kell írásbeli rendelkezéssel értesíteni a vonat személyzetet akkor, ha a vonat az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán menetrend szerint vagy célszerűségi okokból közlekedik a helytelen vágányon. Előre látott vágányzár miatt a helytelen vágányon közlekedő vonatok személyzetét nem kell írásbeli rendelkezéssel értesíteni a vágányzárolt vonal rész kezdő állomásán, ha őket a rendelkező, illetve vonatindító állomáson erről már értesítették. Ilyen esetben a vonatok a helytelen vágányra az egyéni kijárati jelző tovább haladást engedélyező jelzése mellett kihaladhatnak. A vágányzárról a vonat személyzetet a vonatindító állomáson nem lehetett értesíteni, akkor az értesítésről a vágányzárolt vonalrész kezdő állomásán kell gondoskodni. Akkor is írásbeli rendelkezést kell adni a vonat személyzet részére, ha például két állomás között a helyes vágányon közlekedő vonat a nyílt pályán rendkívüli ok miatt megállt, és ezért a helytelen vágányon kell közlekedtetni a vonatokat. Állomás távolságban kell közlekedtetni a vonatokat, ha a biztosító berendezés használhatatlanná válik, vagy ha a menetirányváltás nem lehetséges. Vagy a jel feladásra kiépített pályán valamennyi térközjelző sötét. Valamint akkor is, ha a pálya nincs kiépítve jel feladásra és a térközjelzők fele, vagy annál több nem működik. Ezekben az esetekben is a helytelen vágányon történő közlekedés okáról a vonat személyzetet írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.
ahol a vonatnál van vonatvezető, ott az írásbeli rendelkezést neki kell kézbesíteni, és ő adja át aláírás ellenében a rendelkezés egyik példányát a mozdonyvezetőnek. Vonatvezető nélkül közlekedő vonatnál mindkét másolati példányt a mozdonyvezetőnek kell kézbesíteni. Az írásbeli rendelkezés vétele után a vonat kihaladhat az állomásról. Ha működik a jelző, jelzőre. Vagy ha használhatatlan a berendezés, akkor hívójelzésre. Ha hívójelzés nincs felszerelve, akkor a használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelző mellett kézi jelzésre. Olyan kijelölt egyközpontos állomáson, ahol hívójelzés nincs felszerelve, írásbeli rendelkezéssel, kézi jelzés nélkül is kihaladhat a vonat az állomásról a helytelen vágányra. Ha a menetirányváltás lehetetlen, és emiatt a vonatokat a korábban beállított menetirányjal szemben kell közlekedtetni, vagy ha a jelfeladásra kiépített pályán valamennyi térközjelző sötét, vagy a jelfeladásra ki nem épített pályán az állomás közben lévő biztosított térközjelzők fele, vagy annál több nem működik, és ezért állomástávolságban kell közlekedtetni a vonatokat, akkor erről a tényről a vonat személyzetet szintén értesíteni kell. És a csak mozdonyvezetővel közlekedő vonat esetén, személyszállító vonatnál ilyen esetben a mozdonyvezető mellé a vezető jegyvizsgálót, vagy az általa kijelölt jegyvizsgálót, tehervonatnál egy második dolgozót kell kijelölni figyelőszolgálatra. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a mozdonyvezetőt értesíteni kell arról, hogy a vonat befolyásoló berendezést tolatási üzemmódba kell kapcsolni. A vonatot ebben az esetben állomás közben csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad továbbítani. Rendkívül fontos szabály, hogy vonat mindaddig nem indítható, amíg a szomszédállomás forgalmi szolgálattevője a hozzá visszajelentett sorompókat kézzel le nem zárta, és azt nem közölte a vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevőjével. A vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője is kézi kezeléssel köteles lezárni a hozzá visszajelentett sorompókat, és ezt a fejrovatos naplóban elő kell jegyezni. Sok mindenről beszélhetnénk még, ami a forgalmi szolgálattevők munkájához tartozik. Sok mindenről, amiről most nem esett szó. De amit láttak, gondoljuk az is bizonyítja, hogy a forgalmi szolgálattevők milyen jelentős mértékben járulhatnak hozzá a gyors, gazdaságos és balesetmentes vasúti közlekedés biztosításához.